Sziasztok! Ugye ma már mennyire kézenfekvőnek tűnik az a tény, hogy a nők is a szavazó urnák elé járulhassanak és beleszólhassanak a választásokba vagy a politikába. De ne szaladjunk ennyire előre. Régebben abba se szólhattak bele sokáig, hogy kihez menjenek feleségül, vagy abba se, hogy hogyan neveljék a gyerekeiket, vagy abba, hogy a kényelmetlen ruhadarabokat, főként a testet megnyomorító fűzőktől megszabadulhassanak. Igazából csak egyet akartak. Egyenlő bánásmódot a férfiakkal szemben. Ebben a videóban a feminizmusról fogok beszélni, de csak egy icipici szeletéről, a teljesség igénye nélkül. Kicsit közelebb hozom hozzátok, hogy a magyar nők hogyan küzdöttek azért, hogy a férfiak észrevegyék és meghallgassák őket. Kérlek, ismerjétek meg Bédis Wimmer Rózsát és a magyar feminizmus rövid történetét. Szeretnék belecsapni a közepébe. Képzeljétek el, hogy 1915. december elején álltok New Jersey kikötőjében, és integettek az akkor induló gőzös után. Hiszen tudod, hogy a hajó egy magasztos cél miatt indult el Európába. A békehajó 148 utasra fedélzetén elindult. Már másfél éve tartott a nagy háború, és a hajó utasai azzal a szándékkal vágtak neki az útnak, hogy sikeresen teljesíthessék a kitűzött céljukat, ami nem volt más, mint a világ béke. A küldöttséget két karizmatikus személyiség vezette, Henry Ford, amerikai autógyáros és milliómos, aki kijelentette, hogy a háborúban álló feleknek nem ad el gépkocsikat harcászati célokra. A másik vezetőt pedig Bédis Wimmer Rózsának hívták, aki a Magyar Feministák Egyesületének elnöke volt. Maga a terv, hogy békedelegációt küldjenek Európába, Rózsa ötlete volt. Ehhez a tervhez olyan nevek csatlakoztak, mint az akkori amerikai elnök Wilson, sőt a híres feltaláló Thomas Edison is. Rózsa terveiben arról volt szó, hogy 6 semleges ország bevonásával nagyszabású békekonferenciát hívnak össze Hágában, ahol szorgalmazzák a mielőbbi békekötést. Mindannyian ismerjük a történelmet, és könnyen rájöhetünk, hogy ez a terv sajnos nem valósult meg. Pedig milyen hangzatos volt a mottója? Ki a lövészárkokból karácsonyra. Talán Rózsa abban hitt, hogy ha a békevágy az akkor még semleges amerikai nagyhatalom felől érkezik, akkor a hadban álló európai országok hajlandóak tárgyalni. A kudarc egyik oka az volt, hogy a hajót már Európába se akarták beengedni. Ugyanis féltek az országok, hogy ezzel magukra haragítják a háborúban egymás ellen harcoló feleket. A vágy a világ békére megbukott. De ki is volt Bédis Wimmer Rózsa? Hogyan lett egy jómódú zsidó család kislányából egy soha meg nem alkuvó pacifista szemlélettel rendelkező feminista? Mivel érte el, hogy ő lett a világon az első női diplomata? Miért jelölték Nobel békedíjra, és hogyan halhatott meg hontalanul? Mielőtt kitérnék bővebben Rózsa életművére, szeretném bemutatni a magyar feminizmus néhány mérföldkövét egy-egy mondatban, a teljesség igénye nélkül. Arra szeretnék rávilágítani, hogy milyen hosszú volt az az út, amit a magyar nők tapostak ki Rózsa számára. Az első állomás 1790 körül volt, és a magyar nemes hölgyek Széchenyi István titkárához fordultak, hogy nyissák meg előttük az országgyűlés kapuját. Hadd legyenek ők is megfigyelők. Szinte hihetetlen, de sikerrel jártak. Az 1800-as évek elején Karacs Ferencné Takács Éva emelte fel a hangját a nők elnyomása ellen. Szerinte az emberi érték nem attól függ, hogy valaki nadrágot vagy szoknyát visel. 1828-ban Kisdobronyi Izsák Terézia volt, aki először írásban elítélte a családon belüli erőszakot. 1846-ban Teleki Blanka iskolát alapított a főúri származású lányok számára. Ő volt az, aki elsőként ki akarta terjeszteni a szavazati jogot a nőkre. A 19. században kezdtek magukhoz térni a nők a mély csipkerózsika álmokból. Egyre inkább vágytak a szabadságra és arra, hogy egyenlők legyenek a férfiakkal. Az első nőjogi alakulatok is ilyenkor alakultak meg, főleg arról volt szó, hogy nők egymás között szabadon beszélgethettek a gyereknevelésről, az idős gondozásról, vagy akár az árvák megsegítéséről. De ne becsüljük le őket. Hamar kitűntek közülük azok a nők, akik már a nagy nyilvánosság elé mertek lépni, és beszélni a problémájukról. Hát, a férfiak sem könnyítették meg a feminista nők helyzetét. 1864-ben Madách Imre egy felháborítóan bántó beszédet intézett a hallgatóságnak az akadémián.
Nagy vonalakban arról volt szó, hogy mekkora szakadék tátong a nők és a férfiak között. Szerinte, habár a nő korábban fejlődik, sosem lesz olyan érett, mint egy férfi. Habár a nő könnyebben tanul, de nem szorul beléteremtő géniusz, sosem emelkedhet fel a férfiak közé szellemileg. Mivel a nő természete a szenvedés, nem viheti előrébb a művészetet és a tudományt sem. Mivel a nő alapból alárendelt, mindig egy erős férfi jelenlétét keresi. Sőt, a férfi lelkében egy nő csak is egy elhagyatott gyermek, egy hervadó virág, vagy egy megdermett madár lehet. Veres Pálné annyira felhúzta magát ezeken a lealacsonyító szavakon, hogy rögves nekilátott a nők oktatásának megszervezéséhez. 1868-ban meg is alapította az Országos Nőképző Egyesületet. Hadd osszak meg veletek egy megdöbbentő adatot. Akkoriban a magyar kormány a férfiak tanítatására 3,6 millió forintot költött, amíg a lányok képzésére 4000 forintot. Na de térjünk vissza a gáncsoskodó férfiakhoz. A reformkori nagyjaink sem segítették a nők ügyét. Eötvös József báró szerint is kívánatosabb, ha egy nő inkább kötni tanul. Deák Ferenc sem volt jobb, szerinte sem érett meg a kor erre az eszmére, hogy egy nő magasabb képzettséget szerezzen. Jó-jó, később Deák belátta, hogy tévedett, és segített megalapítani az első lányiskolát. Veres Pálné erőfeszítései termékeny talajba hullottak, végül megnyílt az iskola, ahol alapismereteket tanítottak a lányoknak. De sajnos érettségit az iskola nem adhatott. Azonban 1895-ben az egyetemek egyes karai megnyíltak a lányok előtt. Néhány év elteltével csak úgy tódultak a lányok az iskolákba. De ez sem tetszett a férfiaknak. Kmetti Károly 1907-ben numerus clausust akar bevezetni az egyetemeken, hogy visszaszorítsa a nőket. A diplomát szerző lányokat női szörnyetegeknek, míg a tudásszerző asszonyokat családot robbantó bombáknak nevezte. Aztán kicsit visszavett magából, amikor feminista újságírók kiderítették, hogy Kmetti Károly felesége és igazi női szörnyeteg, ugyanis tanárképző főiskolát végzett. Nos, már vannak egyetemek, ahol tanulhatnak a lányok, ezért kialakult egy olyan női réteg, akik azt vallották, hogy egy nő nem ér kevesebbet egy férfinál. Az angliai szüfrazsettekkel ellentétben a magyar nőjogi aktivisták nem vetették magukat lovak elé, nem robbantgattak postaládákat és nem törtek be kirakatokat. Ők hölgyhöz illő módszerekkel küzdöttek a céljaik eléréséért. Cikkeket írtak újságok hasábjain, szellemesen válaszoltak a mocskolódó férfiak üzeneteire. 1904-ben megalapították a Feministák Egyesületét, elnökének pedig az első egyetemet végzett magyar nőt választották, Glücklich Vilmát, ügyvezetőnek Schwimmer Rózsát. A jogi feladatokat dr. Besenyő Béla látta el, azért, mert egészen 1918-ig nem nyitották meg a jogi képzést a nők előtt. Még korán sem ért véget ez az epizód, de mivel igencsak terjedelmes téma számos szereplővel, ezért jobbnak látom, ha ketté osztom. A következő részben szó lesz néhány ismert magyar feminista férfiról az 1900-as évekből, majd bővebben fogok beszélni Bédi Schwimmer Rózsa életéről és törekvéseiről. Köszi, ha velem tartotok!